A Jobb Makóért Egyesület legújabb projektje idén augusztusban indult, melynek alapvető célja az önkéntes tevékenység általános társadalmi megbecsültségének emelése, és ezzel együtt az önkéntesség helyi szintű népszerűsítése konkrét programokon keresztül. A szervezet emellett fontosnak tartja a generációk közötti együttműködés és kapcsolat javítását is. A támogatás keretében több mint 5000 embert kell majd elérnünk. Elsősorban három klubunk lesz, illetve már folyamatban van három klub. Ezek a Senior Info Klub, ahol elsősorban fiatal önkéntesek, nyilván mentor segítségével időseknek adnak át informatikai tudást. Ezen kívül van egy gasztro és egy kézműves klub, ahol szintén mentorálással, de itt az idősek adják át azt a tudást, amivel a fiatalok még nem rendelkeznek. A programok megvalósításához folyamatosan önkénteseket toboroznak, elsősorban a fiatalabb korosztályt megszólítva. Ennek érdekében számos helyi rendezvényen is részt vettek már, többek között a Contitech Budókupán, valamint a Galamb József mezőgazdasági szakgimnázium és szakközépiskola által szervezett gépmustrán. Hogy miért is fontos a közösségek aktivitásának fejlesztése, arról Veszeli Tamás, a Jobb Makóért Egyesület elnöke beszélt stábunknak. Úgy gondoljuk, hogy az önkéntesség ma még annyira nem ismert Magyarországon. Nyilván egyfajta társadalmi fejlettség, egyfajta társadalmi jólétet el kell érni, hogy az önkéntesség ismert legyen és egyre többen vállalják. Úgy gondoljuk, hogy Magyarországon már erre megfelelő körülmények vannak, és számos ember rendelkezik olyan szabadidővel, amit hasznosan lehet tölteni, úgyhogy másoknak segítséget nyújt. Az Egyesület által szervezett programokat a képernyőn látható weboldalon követhetik nyomon, ahol lehetőség van akár még önkéntesnek is jelentkezni.